Itt jó? Az első 15-20 percben mindkét csapat óvatosan játszott. Tapogatóztunk, talán mondhatjuk ezt, illetve próbáltuk a nehéz talajnak az ellenszerét megtalálnunk. Nagyon csúszós, könnyű szerkezetű volt ma a pálya. Látszik, hogy még a fű nem tapadt meg. Ezért a keresztlabdáink, a hosszú labdáink nem igazán ültek. Talán azoknak a hibáiból próbált a Debrecen ellentámadást indítani. Ugyanakkor az első félidő második részében lényegesen kezdeményezőbbekké váltunk, többet tettünk a gólszerzés érdekében, majd az utolsó 15 percben beszorítottuk a hazai csapatot, és több olyan lehetőségünk volt, amelyet illet volna gólra váltani, de a jelenlegi állapotunkban ez egy picit nehéznek ígérkezett. Majd a második félidő mondhatjuk, hogy kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, ekkor már nem volt olyan domináns fölényünk, mint akkor. Ekkor is megvoltak a lehetőségeink. First of all, they would like to ask for a short summary about the game. Bueno, I think that it was a hard game for both teams. I think that the first half it was tactically for both teams. They don't take the risk, and the second half I think that we improve, but we win the duels. It's very important. The first half I feel that they win more duels.
don't have actions consecutive continuity with the ball, and this is the things we need to improve. But it's okay. I think that the point is the result for the both teams. Mindkét csapat számára egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Első videó nagyon nagy taktikai csata zajlott, akkor még a Kisvárda jobban megnyerte a párharcokat, második félidőben ebben fejlődtünk, ott már mi nyertük meg a párharcokat inkább. Sajnos nem alakítottunk ki folyamatos támadójátékot, a legfontosabb azonban, hogy pontot szereztünk a mai mérkőzésen. Mondhatjuk, hogy Ravina Alex bevitte magát az első csapatban. Hogy látja a mester, hogyha felépülnek a kapusok, akkor Alexnek ő milyen helye lehet egy ilyen teljesítményben? After this performance from Alex, what is his position? Can he stay in the starting lineup if we have the two goalkeepers back? We'll see. Listen, for Alex, I am very happy. The same for Charlie. But Charlie is one guy that today we have problems for the players. We don't have a left fullback, and he put the first time in the life to play like a left fullback, and I am happy. And for Alex too, I think that is one guy that is professional. They work day by day, a high intensity, and yesterday we received the news that that Grof. It's not possible to play, but he have COVID, and Kosinski also don't possible play. And we're thinking about what we need to do, and I told to Miki, okay, for me, I have a lot of confidence in Alex. He is good professional, and I think that he put, like I saw, he put the 100%. For this, it's no problem. If do the mistake, it's no problem. Me, all the days, do the mistakes. Nagyon örül az Alex teljesítményének, emellett örül a Charltonnak a teljesítményének is a mester. Alex egy nagyon jó hozzáállású kapus, egész héten, illetve amióta itt van, és látja a mester, nagyon jól dolgozik. Ha hibázott volna, akkor sem történt volna probléma. Kimondottan örül a jó teljesítményének. A Charlton pedig életében először játszott bal hátvédet, sajnos ezen a poszton is hiányzóink vannak, és ő is nagyon jó teljesítményt nyújtott a mai mérkőzésen. Kérdés, ha hátsó hozat így ezen az alapközállításban is jól teljesített, de ezt elmondhatjuk, hiszen ez nagy végkapod volt a csapat, ez azért mindenképpen pozitív, ha jövőre nézve. It's a really positive thing that our defensive is coming a lot more stable. Even with these four players who played together the first time in this system, they were good. What do you think about it? Yes, I agree with you. Also, the line defensive and is very important, the work of the pivots. And I think that I am satisfied, not for the point, but I won the 3 points, but I am satisfied for the image of the team, that my team is organized. My team, what we training, we put the discipline, the concentration, and this is very important for me, but they show that they are convinced in our way. Of course, we need to play more offensive and we need to create more chances, but now we do one step in front, and the idea is to improve. Természetesen a mester, hogy mérkőzések óta nem kaptunk gólt, egyre jobban stabilizálódik a védekezésünk is, egyre szervezettebbnek látja a csapatot. Szeretnénk támadásban is fejlődni, ott is, hogy minél több gólt szerezzünk, illetve minél több lehetőséget alakítsunk ki a kapu előtt. Ezen dolgozunk, hogy napról napra fejlődjön a csapat. Még egy kérdés. Egy új játékos érkezett a csapathoz, Dorian Babuszki a télen, aki be is mutatkozott. Ennyire volt elégedett Mario Mester az ő játékával, illetve érdekesség ugye, hogy testvérpár játszott ma. We have one new player in this transfer season, Dorian. What do you think about his performance for today? And do you think they will play more together with his brother? The first is that we have a new player, but we lost Christian Nemeth, and also I think that Donat
is don't arrive, or I think that arrive the last part of the season and we need another striker. The second is I am very happy with this guy, but I think that he's one player that is another type of striker that we have. We have one player that, for example, Cesca, that he is very good with the spice, his speed. We have Tisler, that is one guy that is strong in when play back. But Dorian is mixed. He's faster, he pass good, he's good in the challenge area, and I think that this player sure he do very good things for our team. And for David, I put David, but I know David. David is one player that he want to play, he want to in contact with the ball, and I think that the team in this moment need one player that receives the ball, that break the, find the passes between lines, and for this. Listen, we possible to talk about specific players, but repeat, I am happy the attitude and the predisposition of the players, all players. Igen, a Dorian érkezett a télen, hogy akkor a német Krisztián távozott. A Bárány Donátot úgy néz ki, hogy csak a bajnokság vége fele kapjuk majd vissza. Nagyon örül annak, hogy most már többféle csatárunk is van. Még a Tisler egy pozicionálisabb, inkább a Szécsi a területeket befutja. A Dorian valahogy a kettő játékosunknak a keveréke, és nagyon bízik majd az ő teljesítményében. A David nagyon jó a labdával, szeretné is, hogy minél többet játszanak együtt. Nagyon nagy szüksége lesz majd a csapatnak a David Babunskira is. No questions. Okay. Thank you. Cosa nome?